Mennyei édesatyánk, kegyelmes Istenünk, Te, aki mozdulhatatlanul és mozdíthatatlanul ott vagy a Te trónusodon, és körülötted angyalok seregeke imád, kérünk Téged, fogadd el a mi hálaadásunkat, hódolatunkat is, aki tudjuk, hogy végső kontrollt tartasz e világ erői felett. És köszönjük, Urunk, azt a meggyőződésünket, hogy bár sokszor félelmek veszik az erőt rajta a mi szívünkön, Te mégis átsegítesz minden megpróbáltatáson. Együtt emeljük föl, Urunk, ezekben a percekben, ami hazánkért, ami országunkért, a szót, a könyörgés hangját, és kérünk, hogy állítsd meg az ártó erőknek a munkáját. És azért is imádkozunk, Urunk, hogy túl azon, hogy egészen biztosak vagyunk benne, Urunk, hogy célod van mind a megpróbáltatásokkal, ami országunkat és benne, ami népünket is éri. Mindezek fölött tudjuk, hogy az a célod, hogy felét fordítsuk a mi orcánkat, keressük a te akaratodat, ismerjük föl, hogy te vagy minden természeti erő felett az Úr. És azért is imádkozunk, Urunk, hogy az a szennyes áradat, amely egész Európát előzönlötte már, amely meg akar tagadni téged, az egyedül létező, uralkodó Istent, hadd eszméljen rá, hogy egyedül te vagy a megoldás minden bajunkban, minden problémánk között, és ezért szálljon ezen az estén a hódolat, az imádat hangja feléd, legyen az kedves, jóillatú áldozat, akár énekben, akár bizonyságtételben, akár az ige szavaiban, az ige hirdetésben hallhatunk. Legyen dicsőítve a te háromszor szent neved, hallgass meg imánkat Jézusért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök ezen az ünnepi órán. Régóta készültünk már arra, hogy együtt legyünk és együtt adjunk hálát Istennek a megtartásért, minden próbánk és minden nehézségünk ellenére. Köszöntöm szeretettel a jubiláló énekkart, a Vox Nova Baptista énekkart, amelynek jubilami alkalma van a ma estében. Őszintén meg kell mondanom, hogy már az elmúlt év őszén szerettünk volna ünnepelni, akkor voltak 15 évesek. Tehát átlépték már a tinédzserkornak azt a küszöbét, amikor a hangok már stabillá válnak, és ünnepélyessé és ércessé válnak, mint ahogy az előbbi percekben be is bizonyították, és a következőkben még inkább fogják ezt tenni. Köszöntöm szeretettel az énekkar tagjait, a férfi kar tagjait és annak vezetőjét, Szilágyiné Mátyus Elvira testvérnőt. Nekem mindig nagy meglepetés minden egyes alkalommal, hogy ilyen szép szál férfi testvéreket, akik ilyen ércesen és ilyen keményen tudnak énekelni, egy egyszerű és törékeny nőtestvérünk vezet, dicsőség az Úrnak, hogy engedelmeskednek neki, és szép harmóniába fogja azokat a hangokat, amelyek immáron másfél évtizede bennünket itt ebben a gyülekezetben, szerte az országban, sőt a határon túl is megörvendeztettek. Köszöntöm szeretettel azokat, akik közreműködtek és közreműködnek a következő órában. Hadd köszöntsem a hölgyek közül először is Melát Andrea testvérnőt, aki ének szóval fogja dicsőíteni Istent és magasztalni, és Szilágyi Júlia testvérnőt, aki viszont a hegedű szóval, és a többi hangszerek sem maradjanak ki. Dr. Beharka Pál testvért hadd köszöntsem nagy tisztelettel és szeretettel, aki az orgonánál ül, és Tóth Sámuel testvért, aki a zongorát fogja megszólaltatni. Ezen az estén, ha valakit kihagytam, elnézést kérek. Mindannyiunkat már megörvendeztettek az előbbi percekben a budafoki részfúvósok. Köszönjük az ő szolgálatukat, valószínű, hogy még alkalom lesz őket hallani, úgy együtt, együttesen. Minden születésnap alkalmából az a zsoltár kerül elénk, ahány éves az ünnepelt. Így a 15. zsoltárból hadd olvassak néhány indító igét, ami a ma estének a légkörét is meghatározhatja. Azt olvassuk Dávid zsoltárai közül
a 15-ben, hogy Uram, ki lehet a te sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Tiszteli azokat, akik az Urat félik, aki ezeket teszi, nem tántorodik meg sohasem. Amen. Mondhatjuk rá, hogy amen. Hogy így legyen, így van, kiállhat meg a te sátoradban a tiszta beszélő, tiszta gondolkodású, tiszta szívű ember. Így legyen a dicséret szava, hangja, ami Istenünk hódolatára, oda áldozva, ajándékozva ezen a ma estén, és köszöntöm szeretettel mindazokat, akik elfogadták az énekkarnak a meghívását, szép számmal vagyunk itt, akár a városból, akár a környékről, országhatáron innen és országhatáron túl, még az Egyesült Államokból is látok itt nagyon kedves testvéri arcokat, őrájuk majd később visszatérek. Legyen az Úr szent lelke köztünk olyan kisugárzással, jelenléte tapasztalható módon, hogy míg az énekeket hallgatjuk, a különböző zeneszámokat, emeljük föl a mi szívünket az Úrhoz, igaz tisztelettel tekintve rám, hallgatva meg majd a ma este üzenetét. Egy közös énekkel indítsuk ezt a ma estét, mindenki kérem, hogy kapcsolódjék be. A közös énekünk a 46-os szám alatt található a gyülekezeti énekeskönyve, itt kivetítve is megtalálhatjuk. Lelkesen és buzgósággal Istent dicsérve hangosan tehetjük ezt, legyen Isteni a dicsőség.
szemetek és lássátok, amit az Úr végzett. Neki legyen dicsőség minden egyes ének felhangzása kapcsán. Kedves testvéreim, különböző blokkokban fogjuk hallgatni az elmúlt 15, majdnem 16 esztendő gyönyörű szép énekeit, amiből válogatást állítottak össze a mi testvéreink erre a ma estére. Ebben az első énekcsoportban legelőször Dávid Zsoltára fog felhangzani, a 23. Az Úr az én hű pásztorom. Így kezdődik a Zsoltár, Shelley a zeneszerzője. És ezzel az énekkel szeretnénk valakire emlékezni, aki rendszeresen énekelni szokta ezt az éneket, de ma már az Úr kórusában énekel, Melát Otto testvére gondolok, de az egyik gyermeke, Andrea fogja megszólaltatni ezt a gyönyörű szép éneket, emlékezve a már előrement édesapára is, és a jó az, hogy gyermekei itt vannak, kedves feleségével együtt. Isten vigasztaljon bennünket, addig, amíg a Zsoltár szavai felhangzanak. Ezt követően egy szép latin ének hangzik majd el, Deo dicamus gratias, Istené legyen a dicsőség és a hála, Homiliusnak az éneke. Majd egy jóval ismertebb közös ének feldolgozása hangzik fel, Mennyben lakó én Istenem. Ennek a szerzője Kecskés Tóka Szabolcs testvérünk, egyiket a szöveg, másikat a zene szerzőként említettem. Hallgassuk áhítattal, Istent magasztalva és az előre mentekre emlékezve. Oh,
Most hadd szólítsam Mikes András testvért, az énekkar alapítóját, mindenesét, koordinátorát, szervezőjét egy rövid visszaemlékezésben vezessen bennünket emlékeink lapozásában. Sok szeretettel köszöntöm a kórus nevében a kedves gyülekezetet, ismerősöket, barátokat. Ez a mai alkalom annyiban más a megszokott alkalmainktól, mivel mi szoktunk köszönetet mondani a meghívásokért. Most pedig mi mondunk köszönetet mindenkinek, aki elfogadta a mi meghívásunkat. Talán nem tévedek, ha azt feltételezem, hogy a jelenlévők osztozni szeretnének az együttesen, lélekbe is kifejezzük hódolatunkat Istenünk felé. Kezemben tartok két meghívót. Az egyik egy férfikari este szóló meghívás, amely alkalmat ugyan ebben az imaházban tartottuk meg 1997. novemberében. Akkor összetoborzott férfikar egy kiadásra kerülő kazetta anyagából válogatott énekeket adott elő, az elkészült hangkazetta anyagából és ennek fogadtatása és sikere, ha szabad így fogalmaznom, megragadta az énekeseket, és közkívánatra együtt maradtunk. Másként fogalmazva megalakultunk. Azért, hogy neve is legyen ennek, az együttesnek felvettük a Vox Nova Baptista férfikar elnevezést, és ezt követően már rendszeresen, szervezett formában koncertek, vagy inkább zenés istentiszteletek megtartására kaptunk meghívásokat. Nem tudjuk eléggé megköszönni a kispesti gyülekezetnek, hogy helyet biztosítottak nekünk, befogadtak bennünket, és azóta is otthonunknak tekinthetjük a kispesti imaházat. A másik meghívó már a 10 éves jubileumunk megtartására hívta meg a közönséget, azután már hálaadással a szívünkben a 15. születésnapunkat is betöltöttük, és reméljük, hogy nem olyan nagy baj, hogy most a 16. évünk alkalmából szeretnénk önöket, örömet szerezni a jelenlévő gyülekezetnek, pontosabban énekeinkkel dicsőíteni a mi Urunkat. Készítettünk egy kis diaképes bemutatót, hogy merre jártunk az utóbbi 6 év alatt. De mielőtt még erre sor kerülne, hadd ragadja meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mind azoknak az odaszánt életű, tehetséges muzsikusoknak és valamennyi közreműködőnek, akik éltették ezt a missziós alakulatot. Elsősorban Szilágyiné Mátyus Elvira zenetanárnak, aki kezdettől fogva kiváló felkészültségével időt és fáradtságot nem ismerve vezeti és vezényli ezt a kórust. Mellette nagy segítség újabban Tóth Donát testvér, aki vezényel, énekel, szólamoztat, de nem egy időben. Szólnunk kell az önzetlen szolgálata vállalkozó tehetséges zeneszerzőkről, akiknek érdemeit összességében nagyra becsüljük és köszönjük. Ők azok, akik hangszereikkel segítették szolgálatunkat, hadd legyen felsorolva Pátka Imre, Tóka Szabolcs, Révész László, Gyarmati Anikó, Tóka Ágoston, Tóth Sámuel zongorán, orgonán, és ma este Beharka Pál orgonaművész testvérünk. Rajtuk kívül Gellén Kriszta, Pap Timea, Íjés Dalma, Szilágyi Kristóf, Lakatos György, Szilágyi Júlia szólóhangszereken, és több alkalommal is a budafoki résztvúvósok. Alkalmainkat többször, mint ma este is rangossá tette Melát Andrea énekművész testvérünk, köszönet érte. Ahhoz, hogy énekeinkben megszólaljon a tiszta evangélium, kellett egy ihletett műfordító és szövegíró, dr. Gerzsenyi László testvérünk, aki énekeink 80%-át dolgozta fel, de itt említjük meg Kulcsár Tibort és Tóka Szabos testvérünket is, ő több kompozíció szerzője is egyben. És végül, de nem utolsó sorban, egy lánglelkű vitézt hadd említsek, Tóth Kornél testvérünket,
aki ontja felénk az énekek arzenáját, ezt neked külön is megköszönjük. És végül, de nem utolsó sorban, hálásak vagyunk Istennek őértük is, és minden énekes testvérünkért, barátunkért, hogy a meggyújtott fákja még ma is lobboghat, az a reményünk, hogy énekeink fényénél sokan rátalálnak az igaz útra. Most pedig engedje meg a gyülekezet, hogy ebből az idézetből, hogy az utóbbi 6 évben hol jártunk, egy-egy villanást diaképen végezzünk. A kilométereket nem számoltuk össze, de valószínű, hogy meghaladja a 10 000-et. 2008-ban a Nagybányai Református templomban. Nagybányai baptista imaház. Szatmár németében a Filharmónia helyiségében. Siófokon evangélikus kerületi ülésen, ez egy művelődési ház volt. Gyulán a református templomban jótékonysági alkalmat tartottunk a gyulai baptista gyülekezet imaház építésére. Kiskörös, Kaposvár, Békevár, Kispesti evangélikus templom, Albert Irsa, Veselényi utca, Kassai baptista imaház, Fasori református templom, Tabdi művelődési ház, Budafoki imaház, Szilágy Sámson, Perecseny, itt kénytelen vagyunk két képet is megjelentetni, körülbelül 600-an voltak jelen az imaházban. Soltvadkerti baptista imaház, Pozsonyi baptista imaház, a Komáromi baptista imaház, de a koncertünket a református templomban tartottuk. Encsen a művelődési házban, amely kifejezetten egészségügyi dolgozóknak szántuk, mert az a hír volt forgalomban, hogy az egészségügyi dolgozók erkölcsi és anyagi állapota nagyon kritikus helyzet volt, és valósággal felelevenedtek a mi szolgálatunkon. Jótékonysági koncert a Gabona mag javára. Pécs. Itt kell megemlítenünk, hogy itt volt az utolsó szolgálata dr. Melát Otto testvérünknek. Debreceni baptista imaház, Berettyóújfalu városi terem. Ez szintén a újjáépített baptista imaház javára jótékonysági alkalom volt. Csömör római katolikus templom, itt már másodszor voltunk jelen, adventi időszakban adtuk ezt a koncertet. Vértes szőlősön, római katolikus templomban. Merra konferencia Veselényi utcában. Kolozsvár, itt benne a teremben. Nagyváradi baptista imaház. Kálvin téri református templom. Kőbányai református templom, Rákos Csaba, Érkörtvélyes Erdély,
Ehhez meg kell jegyezni, hogy itt énekeltünk először Roma testvéreink gyülekezetében, ahol több mint 250-en voltak jelen, és a sátorban énekeltünk. Megrázó élmény volt. Hajdúböszörmény. És legutoljára a komáromi református templomban a Mabavit tanácsülésére kaptunk meghívást. Ez a komáromi vendéglátás. Minden év elején fehérasztalos beszélgetést tart a kórus. Néha ilyen is előfordul. Ennyit szerettem volna. Köszönjük szépen. Köszönjük ezt a színes beszámolót, képekkel illusztrálva. Ismét adjuk át magunkat a dallamok szép világának, és a ráépülő szép szövegre is. Figyeljünk! A következő blokkban először Lori Green szerzeménye, Kulcsár Tibor testvér fordításában. Így hangzik a címe az éneknek, hogy tudta-e vajon. Ez a szép ének abból a megközelítésből próbálja Jézus Krisztusnak az életét bemutatni, hogy vajon az ő kedves édesanyja Mária annak idején, amikor a jó hírt fogadta, hogy gyermeke születik, a kérdés végig így hangzik, hogy tudta-e Mária, mi következik a gyermekedre, milyen próbák, milyen nehézségek következnek az életében, és végül ő lesz a megtartód, az üdvözítőd. Nagyon szép ének, majd látni, hallani fogjuk. A következő Hudson Gerzsenyi László közös műve, mint eltévedt bárány. Emlékszünk erre a gyönyörű szép történetre, egy egészen más dallamvilág, mint amit mi megszoktunk, de ezen keresztül is arról szól hozzánk Isten igéje és az igéből fölhangzó ének üzenet, hogy eltévedtünk, igaz. De Jézus Krisztus által Isten utánunk jött, helyreállított bennünket, és meghívott az ő szent országába. És végül, Bliss, ha Isten békéje lakja szívemet. Ez a kedves, közös ének nagyon sokszor hangzik föl gyülekezeteinkben, de kevésbé tudjuk ennek a szép történetnek a drámai hátterét. 19. század végén élt egy ember Chicagóban, aki nagyon gazdag, multimilliómos ember volt kezdetén, Horácio Spafford volt a neve, aki egy pillanat alatt elveszített mindent egy tűzvész következtében, és ki akar települni, illetve vissza akar települni Európába, és még az ügyeit intézte, a családját ültette fel hajóra, hogy majd utánuk megy ő is. És körülbelül azon a helyen, ahol a Titanic süllyedt el, ez a hajó is elsüllyedt. 6 gyermeke volt ennek a zeneszerzőnek, akinek a gyermekei közül 4 ott a hullámsírban elsüllyedtek. Felesége és egyik gyermeke azonban kimenekülhetett, és ez az ének akkor született, amikor az édesapa a Csonka család után hajóra ült, Európa felé tartva, és azon a helyen, ahol ez a tragédia megtörtént, zokogva, sírva emlékezett, Istentől kért erőt a folytatáshoz. És ott a hajón ragadott tollat, és írta ezt a drámai, gyönyörű szép éneket, ha Isten békéje lakja szívemet. Így hallgassuk az éneket. Mondd el, vajon, mondd rá én.
Egy gyönyörű ének után ismét az emlékezés percei következnek. Másik alapító tagja ennek az énekkarnak, Kovács Artúr testvér, akit kérek szeretettel, hogy néhány mondatban szóljon hozzánk. Mondandóm első felét leírtam, hogy nagyon rövid legyek. Hálás vagyok Istennek és az énekírónak kis vasárnapi iskolás énekünkért, amely így hangzik: kicsiny kis fényemmel világítani fogok, kicsiny kis fényemmel, igen, világítani fogok. Áldott a gondolat, mely már a gyermekek lelkében tudatosítja a fény jelenlétét és annak továbbadási lehetőségét. Soha nem volt nagyobb szükség erre. Mi már túlkoros vasárnapiskolások vagyunk, ezért a szétküldött meghívókra egyik felnőtt énekünk szövegtöredékét írtuk mottóként: sugároz fényt. Igaz, a közel 16 év előtti kezdetben a mi munkánkra is a kicsiny kis fény volt a jellemző. Azonban ott volt a lelkünkbe kódolva az éneklés vágya, s csak egy indító ötlet kellett, Mikes András testvér adta, nyilván ő is kapta, csak egy rátermett zenei vezető, Elvira személyében kaptuk az Úrtól, s már-már feledésbe merült férfikair énekfeldolgozások, egyre bővülve újakkal elkezdték sugározni a fényt és a meleget. Elsőként mi magunk részesültünk ennek áldásából. Arról szólt a tudósítás, és napjainkig is a folytatás: aki élteti a pislogó mécset, aki maga a fény, a világ világossága, s aki parancsba adta nekünk, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez a vágyunk, s hisszük küldetésünk is. Sok lelki áldáshozadéka volt az eltelt időszaknak, belföldi-külföldi szolgálatainknak. Útjaink során idegen országok, közösségek gyülekezeteit ismertük meg, s egymást is, így a kiskórusból egy nagy család lett. Közösek lettek élményeink, örömeink, de gondjaink és próbáink is. 10 éves jubileumunkat is ebben az imaházban ünnepeltük, s már akkor két testvérünkről, Fejős Gáborról és Barabás Lászlóról múlt időben emlékeztünk. A közelmúltban másfél éve dr. Mellát Ottó testvér távozott közülünk. Zengő baritonja, temperamentuma felejthetetlen. Meghatározója, oszlopa volt kórusunknak, de bűn lenne veszteségről, hátra maradt űrről szólni vele, velük kapcsolatban. Ez az alkalom hálaadó nap, s amikor visszatekintve hálát adunk Isten sok-sok ajándékáért, ide soroljuk testvéreink velünk töltött óráit is. Hűségük, helytállásuk, lelkesedésük fénye sugárzón él szívünkben. Mécs László jól ismert versével akarok emléket állítani most nekik. Fényt hagyni magunk után. Az élet örök búcsúzás. Ó, bárcsak tudnánk búcsúzáskor fényt hagyni, mint a Messiás. Belé szeretni a szívekbe, apostolokba, mártírokba, hogy átadják a századoknak, a századok az ezredeknek. Fényt hagyni, mint a Messiás. Vagy legalább, mint az anyák, kik egyre jobban megragyognak, minél sötétebb lesz az éj, és minél inkább porlanak a barna bánat hand alatt. Fényt hagyni, mint a jó anyák. Vagy legalábbis, mint a nyár, amely almákba és diókba szerette édes álmait,
és édességével világít a hosszú-hosszú tél alatt fényt hagyni, mint a drága nyár. Vagy legalábbis, mint a nap, melyet elnyelt az alkonyat, de a legbúsabb éjben is világít még a gyöngyvirágban, liliomban, mécsvirágban. Az életünk olyan tűnékeny, ó, szent fényt hagyni volna jó. Ismét két nagyon szép ének következik. Az egyik Lavri Kulcsár Tibor szerzeménye. Vajon fogjuk-e majd látni? Jeruzsálemről van szó, a mennyei városról, a mindannyian készülünk majd a Jordán tóra, amikor majd angyalsereg vesz körül bennünket, és a már előre mentek is fogadnak bennünket. A másik ének Glenn Smith, Gerzsenyi László közös munkája, mint hős, vívd meg a hit harcát. Nem kell egyedül harcolnunk, Isten az ő lelkét adja segítségül, sőt, fegyvereit adja, hogy ez a harc győzelmes legyen, és mint halálig hűséggel küzdjünk az ő oldalán. A két szép ének között egy igeverset fogunk meghallgatni, Váradi Endre testvér fogja elmondani. Yeah.
második levelének negyedik fejezetéből olvasunk kettő verset. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltérhetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nem csak én nekem, hanem mind azoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Visszaemlékező gondolatok következnek Sipos Sándor testvér részéről, aki a harmadik alapítója ennek az énekarnak. Kérjük szeretettel, hogy ő is szóljon. Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek, kedves vendégek, lelkipásztor testvér bizonyára nem veszi rossz néven, ha én most egy kis kiigazítást mondok. Nem vagyok alapítója ennek az énekarnak. Az utóbbi néhány évben csatlakoztam az énekkarhoz. Az én feladatom az lenne igazából, hogy elmondjam azt, hogy milyennek ismertem meg az énekkart, az énekeket, ezt a közösséget. Az első 10 évről volt már szó, és mint vidéken élő baptista hívő hallottam az énekkarról, hallottam az énekkart is, de csak igen-igen ritkásan. Aztán egy véletlen folytán a 10 éves jubileumi megemlékezésen, hálaadáson, az abban a nagyszerű lehetőségben volt részem, hogy én konferálhattam a programot. Ekkor egy kicsit betekinthettem az énekkar életébe. És aztán eltelt néhány év, és kiderült, hogy szükség van még ilyen kicsit kiöregedett énekesekre is ebben az énekkarban. Én az énekkart úgy ismertem meg, hogy tagjai elkötelezett, hitvalló, hívő emberek. Úgy ismertem meg őket, mint akik evangéliumi szolgálatra mindenkor, minden időben és minden helyen készek voltak. Úgy ismertem meg őket, mint akiknek az áldozatvállalás nem idegen. Pénzt, időt, fáradtságot, utazást és sok mindent vállalnak azért, hogy tanulhassunk, hogy szolgálhassunk. Úgy ismertem meg az énekkart, hogy a tagok között testvéri és baráti kapcsolat egyaránt van. A testvéri és baráti kapcsolat nem mindig jelent ugyanazt. Gondolom, a testvérek erről már hallottak valamit, de úgy érzem, hogy igazi testvéri baráti kapcsolatok vannak. És ez alatt a néhány év alatt is megtapasztalhattam, hogy egymás örömének, terhének hordozásában,
készséget mutatott mindenki. Volt halál, volt betegség, volt próba, és az énekkar mindig egy szívvel állt amellé, akinek szüksége volt erre. Nagyon örülök annak, hogy nincs generációs probléma, a fiatalok nem néznek ki az énekkarból engem, én sem a fiatalabbakat. És végül hadd mondjam azt, hogy ez az énekkar maga egy gyülekezet, egy jó gyülekezet. Az énekeket is kezdem most már ismerni, egyiket, másikat kicsit jobban. És ezekről az énekekről azt tudom elmondani, hogy ezeknek a melódiái az értelemre és az érzelemre egyaránt hatással vannak. Az évszázadok, évtizedek kipróbált, időt álló és értékes zenei műveit énekeljük, akár úgynevezett világi zeneszerzők műveiről van szó, akár egyházunk zeneműveit emlegetjük. Nagyon sokat jelent számomra az, hogy szövegükben bibliaiak, megjelenésükben költői értékeket hordoznak az énekeknek a szövegei. Aztán a hangzás pedig emlékeztet engem arra, hogy elvileg a régi korok papjai férfiak voltak. A zeneirodalom nagy műveiben legértékesebb férfiak azok a papok karai, akár az Aida, akár a Varázsfovola, vagy más műveket lehetne felsorakoztatni. És annak is nagyon örülök, hogy a úgynevezett koncertek nem koncertek, hanem evangelizációk, mert mindig van egy-két bizonyságtétel, egy-két költemény, vagy bármely más szolgálat, ami segít a lélek mellett az értelemre is hatni. Pál mondja, ezt az igét már láttuk a vetítésben, imádkozom a lélek által, de imádkozom az értelemmel is, dicséretet éneklek a lélek által, és dicséretet éneklek az értelemmel is. Én az énekeink éneklések közben ezt érzem. Felmerül a kérdés, hogy meddig kell eltűrjenek a testvérek engem ebben az énekkarban. Hogy meddig fog énekelni ez az énekkar? Első válaszom az, hogy ameddig igény van az evangélium ilyen jellegű megszólaltatására, addig ez az énekkar bizonyára élni és szolgálni fog. És hadd húzzam alá, hogy minthogyha más egyházak képviselői talán másképp nagyobb szeretettel fogadnának bennünket, én ezt tapasztaltam. Különlegesek vagyunk nekik, és felrázza őket hitéletükben, amikor ott szolgálunk. Aztán én abba hagynám már is, ha sorba jönnének a fiatal testvérek, hogy szeretnének bekerülni az énekkarba, mert ők még sokat tudnának tanulni helyettem is. De hát ezt most nem látom, bár szemüvegben vagyok. De végül is azzal zárom mondani valómat, hogy van egy régi baptista énekünk, amelyben ilyet lehet énekelni. Ha nem lesz erő ajkamon, dicsérni fog majd sóhajom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítő szót, és valóban így emlékeztem, hogy 5 évvel ezelőtt ezt a nehéz feladatot, amit most én végzek, azt Sipos testvér végezte, és köszönjük, hogy ezeket elmondta. Mi azért nagyon nagy szeretettel vártuk és fogadjuk az énekkart. Mi azok közé tartozunk, akik ezt szeretettel tettük és tesszük. A következő 3 ének nagyon szép dallamú, mint az eddigiek is, és a szövegeik is. Medéma Schrader, hű kérésemet küldöm, egy imádság, ahol 2 vagy 3 az én nevemben jelen vannak, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, én is ott leszek. Az imádság nem más, mint Isten akaratára való ráhangolódás. Így hallgassuk majd ezt az éneket. Richardson, Jézus helyet készít. Mi mindannyian egyszer útunk végéhez érkezünk, amikor át kell majd lépnünk a Jordán határát, de milyen jó, hogy nem a bizonytalanra futunk, nem a semmibe tart az életünk, hanem tudjuk, hogy ki vár ránk, aki helyet készít nekünk.
és Brumil, majd ha véget ér az út. Ez is ebbe az irányba helyezi a tekintetünket, fölfelé haladunk, fölfelé tekintünk, a mennyei erőt Istentől várjuk, aki átsegít minden nehézségen, még a halál félelmes völgyén keresztül is vezet reménységgel a szívünkben. Hallgassuk az énekkart. Thank you.
Szoktuk mondani, hogy a zene nem ismer határokat, és már a bevezető köszöntésben említettem, hogy sokan vannak itt talán többen, akik határon túlról jöttek, sőt a tengeren túlról is. Név szerint hadd köszöntsem Tóth Győző testvért, aki Kanadából van itt, Vancouverből. Kornélnak testvérem, azért a másik forrása az énekeinknek talán ő is, hisz onnan Kanadából származnak ezek a gyönyörű szép feldolgozások. Isten áldja meg, és továbbra is biztosd az öcsédet, hogy egyre több és szép éneket hozzon nekünk. A Boda családot is szeretettel köszöntöm, akik Clevelandből vannak itt, egész sokan, korábbi gyülekezetemből, Isten áldja meg benneteket is. És Banás Lajost testvért hadd köszöntsem, aki ugyancsak vendége ennek az alkalomnak, kedves feleségét látom még itt mellette, aki Kaliforniából érkezett, Los Angelesből, és úgy tudom, hogy van néhány keresett szava hozzánk. Szeretettel kérem Banás testvért, hogy jöjjön előre, és mondja el nekünk ezt. Üdvözlöm a testvéreket! Csatlakozok a gratulálókhoz a sikeres 15 év alkalmából. Mi hallgatók igazán hálásak vagyunk minden egyik Vox Nova jelenlegi és múlt tagjáért, Elvira vezényléséért, minden énekes és zenés, aki eddig segítette őket elérni ezt az Isten dicsőítő sikert. Nagy tiszteltetésnek tartom, hogy pont engem a sok követőik között megkértek egy pár szóra. Nem értem miért, de törött magyarommal próbálom elmondani, hogy miért ez az én kedvenc éneklőcsoportom, és hogy miért fontos, hogy továbbra is támogassuk és buzdítsuk őket. Mi 2004 óta évente kétszer jövünk haza Magyarországra, a másik otthonunkból Dél-Kaliforniába. 2004-ben még nem hallottunk a Vox Nováról, pedig akkor már egy jó pár éve szolgáltak. De vasárnaponként Újpesten járunk, és a kedves melátotó barátunk kezdte súgni a fülünkbe, hogy el kell majd jönnünk valamikor meghallgatni ezt a csodás férfi kart. Az első ilyen alkalmunk március 2006-ban történt a Veselényi utcai jótékonysági koncerten. Ez egy kitűnő és fontos előadás volt, mert a videóból az első DVD-jük is készült, és a Pax TV állomáson ezrek és ezrek láthatták őket, mert sok éven át ismételték ezt a közvetítést. Azóta is rendszeresen követjük őket. Ha itt vagyunk, akkor eljövünk. Ha nem, akkor minél hamarabb megnézzük szolgálatukat az interneten. Kaliforniába a Covenant Református gyülekezetbe járunk, de minden utunk oda és vissza egy Vox Nova CD kérésével megy, kísérésével megy. Az igazság az, hogy a mi tavaszi és őszi utunkat úgy kezdjük, hogy megérdeklődjük a Váradi égtől, na, mikor lép fel a Vox Nova, és csak azután rendeljük meg a repülőjegyet. Sokan azt mondják, hogy hát ti 60 éves grupik vagytok. Ez egy angol szó, a kanadaiak hátra ismerik. 2008 őszén nem tudtuk jönni, mert ahogy egyik énekük mondja, a bősz vihar tombolt. Édesapám meghalt, a kaliforniai lakásunk és 134 szomszédunk ki óriás tűz vette körül. Hajnal 3:30-kor kellett menekülnünk, és 36 órán át nem tudtuk, hogy lesz vagy nem lesz álló lakás, mire visszaengednek. Unoka születés és egy esküve is hozzátett aggodalmunkhoz. A sok imádság mellett én óránkon át hallgattam minden Vox Nova CD-t, és sokszor megnéztem a Veselényi videót. Őszintén mondhatom, hogy a jó Isten vezető keze, és a ti tiszta, erős, Krisztus dicséri hangotok vezetett engem át ezeken a nehéz napokon. Gondolom, többen is tudnának elmondani ilyen példát. Még olyanok is, akik nem látták a csoportot élőben. Mert az igazság az, hogy a Vox Novát akárhol a világon meg lehet nézni vagy hallgatni. Az interneten,
a YouTube, a Facebook és a modern gyülekezetek honlapja terjeszti az ő missziójukat a nagyvilágon át. Akár rövidújóinkben, Nagyváradon, vagy Télikabáton, Vértesszőlősön, a hangotok szép és dicsőítő, és emlékeztetik a hallgatót arra, hogy az igaz, amit énekeltek, mi mindjárt Jézus népe közé tartozunk. Befejezésül hadd olvassak el egy pár verset Pál apostol második leveléből a korintusbelieknek a 4. részéből. Mivel Isten irgalmából ez a hivatásunk, nem veszítjük el a bátorságunkat. Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Jézus Krisztus, az Urat. Magunkat csak így, mint a ti szolgátokat, Jézus kedvéért. Az Isten ugyanis azt mondta, a sötétségből támadjon világosság. A mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismertette, Krisztus arcán felragyogjon nékünk. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonosítsuk. Én tudom, hogy a ti missziónak tekintitek ezt a szolgálatot. Isten kegyelméből ezért ne csüggedjetek. A misszió nehéz bátorságot, tisztességet és eltökeltséget kíván. Ti egyszerűen Jézus Krisztus dicsőségét énekeljétek, az evangélium maga világosítsa meg az elméket. Minden eredmény az Isten munkája. Krisztusban kiáradó életet kívánok mindnyájatoknak. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és köszönöm, hogy itt lehetek ezen az alkalman. Köszönjük szépen. Két gyönyörű szép ének következik ismételten. Jézus visszajön, mindig várjuk őt. Ez a spirituális egészen biztos, egészen lelkértelemben lázba fog bennünket hozni, és a honvágyat fogja erősíteni bennünk a mennyei haza iránt, amit aztán Melát Andrea testvérnő szóló éneke, Jeruzsálem kezdetű éneke fog követni. A kettő között egy ígét fogok felolvasni. Yeah.
Jöjjetek testvéreim, fennállva hallgassátok meg ezt a rövid igeszakaszt, amit a Jelenések könyvéből olvasok a 7. fejezet 9. versétől a következőképpen. János vallomása ez a mennyei látnok. Ezek után láttam, imé nagy sokasság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükbe pedig pálma ágak, és hatalmas hangon kiáltottak: az üdvösség, ami Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak, a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen: ámen, az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg ezt a gyönyörű szép énekszólót, ami a mennyei Jeruzsálemet idézi föl most előttünk.
Majdnem 2000 esztendővel ezelőtt az égei tengernek egy fehér sziklákkal teleszort partvidékén az egyik parttól távol eső koncentrációs táborában egy ember ült a nagyvizek partján. Ő szakálla és haja a széltől borzolt volt. Egyre inkább elhabályosodott tekintete, már szinte alig látott. Hallása is igen megromlott az elmúlt évek szenvedése alatt. Csak nézte, nézte, és hallgatta a szűnni nem akaró hullámok zaját. És egyre inkább, míg korbácsolta a vihar, egyre inkább szembe csapta a szél, a habokat, ő nem erre tekintett. Nem az egyre inkább emelkedő hullámoknak a magasságára. Nem arra a kilátástalan helyzetre, amelyben elszigetelődött, hisz körbevette a nagy víz. Egyre inkább és egyre tisztábban emelte fel a tekintetét arra valakire, aki ott a trónuson ült. A trónuson, amelyről később vall a bárány, az Isten báránya, akiről ott a parton hallott Jánostól talán először, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És ahogy rászegezi a tekintetét, látja az atyát is ott mögötte, látja az angyalok sokaságát, dicsőítő himnuszokat zengve, egyre inkább átadja magát a hullámoknak, az egyre ütemesebb hangjának, a dallamainak, és vele együtt zeng egyre inkább halkuló, e világ számára becsukódó ajtók előtt is a mennyei hangokat, a hívogató hangokat. Ma, amikor kétségbe esve nagyon sokan arra tekintenek, hogy meddig emelkednek még a hullámok, meddig szigetelődnek még el, akiknek mindenük oda veszik talán ezekben az órákban is. Egyre inkább fokozottabban kellene fölfelé emelni a mi tekintetünket az eljövendőre. Aki csak ideglenesen ment el, aki azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és hogyha elmentem és helyet készítettem néktek, ismét eljövök, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Készültök-e, testvéreim? Ez nagyszerű, hogy 2 órát eltöltöttünk ilyen gyönyörű szép hanghullámok mellett, egyre inkább fölcsapva az a szél, az a mennyei, amely sebesen zúgó szélnek zendüléseként, akár ránk is ereszkedik.
amely azt sógja mindannyiunknak a szívében, ideglenesen lakunk csak itt. Ideglenes a mi hazánk, ideglenes a mi országunk, mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnan a Krisztust is visszavárjuk. De hogyan? De hogyan? A mennyei látnok, ha csak a világ körülötte lévő jelzéseit figyelte volna, igencsak elkeseredhetett volna. Igencsak panaszolhatta volna. Hogy lehet az, hogy én, aki fiatal korom óta, szinte legfiatalabbként ott voltam Jézus tanítványai között. Ott voltam akkor, amikor elhívott engem testvéremmel együtt, a háló mellől. Ott voltam, amikor gyógyított, ott voltam, amikor csodákat tett, ott voltam, amikor nagyszerű prédikációkat hallgattam. Ott voltam az utolsó vacsorán, odahajthattam az én fülemet Jézus dobogó szívére. Ott voltam. Ott voltam az árulás pillanataiban, abban a döbbenetesben. És ott voltam az udvaron, ahol elítélték őt, értem helyettem is miattam. És ott voltam egyedül, a kereszt alatt, mert mindenki elfutott. Csak az ő drága édesanyja, ő tartott ki velem együtt. És ott voltam, amikor feltámadt. Ott voltam a félelmetes szívű tanítványok között, akik meg kellett, hogy hallják. Békesség. Legyen békességetek. Ott voltam. Ott voltam pünköstkor. Én is prédikáltam, tűzzel és erővel. Százak és ezrek előtt nyílt meg a menny kapuja. Ott voltam. És most itt vagyok. Néró, Decius, és a többi e világra méltatlan diktátorok, amelyek olyan nagy erővel, hihetetlen üldözéssel, Isten népe elől ellen vonultak föl évszázadokon keresztül. Ott voltam egy közülük. Ott, én János, aki néktek, atyátok fia is vagyok, társatok is, a Jézus Krisztus szenvedésében, és királyságában, és tűrésében a szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért, és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Nem köztörvényes bűnözőként töltöttem ott éveket a koncentrációs táborban. Ártatlanul. Krisztusért. Mert éltem, és hirdettem az öröm üzenetet. És most itt vagyok. Hol az elismerés? Hol az oklevél? Hol vannak a bátorító szavak? Hogy kitartottam. És bátran szembenézek most, akár még a halállal is. És mégsem vagyok keserű. És mégsem vagyok reménytelen. És mégsem vagyok szomorú. És mégsem csak arra nézek, ami most vesz engem körül. Elszigetelve testvéreimtől, barátaimtól, ellenem fordult szinte minden. Mert látok. Mert hallok. Mert látom a láthatatlant. Mert hallom a halhatatlant, és egyre tisztában látom, és egyre tisztában hallom őt, aki az életét adta értem. Aki élet alapot adott nekem, szilárdabbat annál a kősziklánál, ami fölött most állok. Életem, új életem alapját ő teremtette meg. S forduljon a világ sarkaiból ki, zúgjon az ár, dörögjön az ég, mozduljon meg a föld. Ő azt ígérte, hogy aki ráépíti lelki hajlékát, soha nem omlik össze. Sohasem. Akik fövényre építenek, akik alaptalanul terveznek, mindenük elveszik egyszer.
De akik ő rá építkeznek, akik benne bíznak, a nyomorúság idején is segítségül hívják az én nevemet, hozzájuk közel leszek. Drága testvéreim, nem a tenger morajlását hallgattátok, adjatok hálát érte. Lehet, hogy a Duna morajlását egyre jobban fogjátok hallani. Egyik testvérem a Gátról érkezett, bocsánatot kért az öltözetéért. A Gátról érkezett. Valaki azt mondta nekem, nem ide kéne jönni ünnepelni, ki kéne menni a Gátra. Mondtam, igaz, ez így van. Ora et labora. Imádkozz és dolgozz. Igen, meg kell védeni Budapestet, meg kell védeni a Duna határán lévő településeket. Sajog a szívünk a fájdalmat látva, a veszteségeket látva, és nem tudjuk még, hogy mi következik ránk. De drága testvéreim, nem csak a Dunától kell félni. Nem csak attól a szennyes áradattól, amely elborítja a mi hazánkat, egész Európát, hanem attól a szennyes ártól, amely végig folyik az egész kontinensünkön. Hol van az a tiszta evangélium, amiért százak és ezrek haltak meg, mentek koncentrációs táborba, álltak géppuskák elé, mentek a cirkusz nézőközönsége elé, meghalni Krisztusért. Langy meleg keresztjének. Drága testvéreim, többet hívattunk, többre hívattunk, csupán egy kedves este emlékéért. Sokkal többre. Hív bennünket munkára, ami urunk, a gátakra. A Duna gátjai répúgy, mint annak a szennyes árnak a megállítására, amely végig özönlik a mi emberiségünkön, amely lázadás Isten ellen, Isten tiszta világa ellen, amelyről a mennyei látnok így szólt hajdanán, hogy láttam őt. Láttam. Nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki nem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből az ő trónusa előtt és a bárány előtt ott álltak fehér ruhában. Fehér ruhában álltak. Tudjátok, testvérek, e fehér ruha nem csak a bemerítésnek a ruháját jelzi. Ez is nagyszerű. Ha egyszer felöltötted magadra, és azt mondtad, hogy nincs visszaút, mögöttem a világ, előttem Jézus. Tényleg? Komolyan? Őszintén? Mögötted a világ, előtted Jézus. Fehér ruhában az ige azt mondja, örüljünk és ujjongjunk, és dicsérjük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs pedig a szentek igazságos cselekedetei. Ez a gyolcs, ez a hófehér gyolcs a szentek igazságos cselekedeteit jelenti. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjére. Így fehér ruhát kell felöltened, drága testvérem. Az igaz cselekedeteknek a fehér ruháját vessétek le. E világ öltözékét, és öltözzétek fel a Krisztust. Mert így akar látni bennünket addig, munkában akar látni addig, amíg ő eljön. Van még feladat. Van még küldetésünk. Ha még eddig nem jött el, adj hálát érte. De tudd meg, hogy közel van az ő eljövetelének a napja. És nagyobb ítélet lesz, mint a Duna vízének emelkedése. Nagyobb ítélet lesz. Ennek korlátot fog Isten adni, Noé idejében megígérte már Isten. De egyszer nekünk mindannyiunknak meg kell állni a Krisztus ítélőszéke előtt,
hogy ki megjutalmaztassék a szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Lehet, kell választani. Még ma kell választani. Válaszd azért az életet. Válaszd azért az életet. Amen. Kedves testvéreim, méltó a bárány. A következő éneknek a címe, Vircön Kulcsár Tibor testvér közös feldolgozása. Az ének után szeretném imádságra megkérni Nemeshegyi Zoltán testvért, a lelkipásztorok nevében négyen is vannak itt, szeretettel köszöntjük őket is, teológiának a tanárát. Az ének után kérem, jöjjön és adjon hálát Isten igéért és a ma estéért. Az imádság után Gunod Gerzsenyi László közös műve, a Messiás című műve hangzik fel, ismét Melát Andrea testvérnek az előadásában. Oh,
Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, magasztalunk a világ teremtéséért, és benne azért, hogy nekünk életet adtál, és olyan sokféleképpen csodálhatjuk műveidet, hatalmadat. Köszönjük, Urunk, hogy az Úr Jézus Krisztus által, a megöletett bárány által nem csak testi életünk lehet, hanem újjászülethettünk örök reménységre, örök életre. Köszönjük, Urunk, hogy erről szóltak az énekek, és ez a valóság töltheti be a mi hívő életünket. Urunk, a te dicsőséged sokkal nagyobb, mint hogy azt emberi szó és ének kellőképpen ki tudná fejezni. De köszönjük, hogy mégis adtál lehetőséget arra, és adsz indítást arra, hogy imádságban, prózában, bizonyságtételben, énekben és zenében fejezzük ki a te dicséretedet. Urunk, hálát adunk ezért az énekkarért, ezért a kórusért, amelynek létrejötte, hisszük, hogy a te akaratod volt, hiszen minden jó kezdeményezés te tőled származik. Köszönjük, Urunk, hogy ez megvalósult, és most már évek, több mint egy másfél évtized óta szolgálja a te neved dicsőségét. Köszönjük, hogy te munkálkodsz az énekek által, az énekesek szívében és életében, a hallgatók szívében és életében, és sokan újulhattak meg az ő szolgálatuk által, vagy jutottak élő hitre. Urunk, kérünk, hogy a továbbiakban is te vezesd ezt a szolgáló csoportot. Add, hogy az a családias összetartozás, ami jellemezte őket, ez továbbra is meglegyen és mélyüljön. És add, Uram, hogy valóban mindvégig hadd lássák maguk előtt a missziós célt, hogy az éneklés nem öncél, nem szórakoztatás, hanem a rólad való bizonyságtétel. Urunk, kérünk, ehhez adj erőt nekik, és nekünk is, akik most gyönyörködhettünk az énekekben, hiszen azért adtad nekünk ezt az estét, hogy feltöltődjünk, és innen hazatérve otthonainkba, majd munkahelyünkre, az iskolákba, vigyük azt az örömhírt, amit hallottunk, ami betöltötte szívünket. És Urunk, kérünk, te készíts arra bennünket, hogy bármi gyönyörű is itt a földi élet, egy időre adod ezt nekünk, de sokkal szebbről és jobbról gondoskodtál. És amint az énekkar tagjai közül többen már te nálad vannak, te minden megtérő léleknek, mindannyiunknak helyet készítettél a mennyben. Add, Uram, hogy elfogadva a kegyelmet, az üdvösséget élhessünk neved dicsőségére itt és az örökké valóságban. Amen.
Mielőtt a hivatalosan utolsó éneket elénekelné a férfi kar, és bevonnának bennünket, az egész gyülekezetet a háladási énekben, Nagy Istenem, ezt az éneket készítsük a szívünkbe, ezt fogjuk együtt elénekelni. Néhány fontos információt szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy valóban nagyon szépen köszönjük a kamera másik oldalán lévő testvéreinek a szolgálatát, akár Fodor László testvér, Cserna Gábor testvér, Fehér Bertalan testvér, akik rászánták ezt az estét, hogy fölvegyék, és mint ahogy látjuk a 10 éves jubilalmat, és éveken keresztül forgatta, akár a Pax Televízió, akár különböző megosztó csatornákon, közösségi oldalakon, reméljük, hogy ez a ma este is ilyen módon sokakhoz eljut még, azon kívül, hogy itt voltunk 200-300-an vagy még többen, és az interneten figyelték élőadásban talán nagyon sokan, de a későbbiek során is lesz lehetőség akár ehhez a kép és hanganyaghoz hozzáférnünk, akár a korábbiak, amik nagyon szépen sikerültek. Megköszönjük a kedves énekkarnak és a szolgáló zenészeknek a gyönyörű szép estét, és hadd tolmácsoljam a testvéreket, valóban így van, ők hívtak meg bennünket erre az estére, ez egy kivételes helyzet, hogy az énekkar hív meg bennünket. Persze mi is nagyon nagy szeretettel vártuk a testvéreket itt kispestiek, és adtunk helyet, és adunk helyet a következő 15-16, nem tudom hány esztendőben még, amíg erre igény van. Két hetente volt, mikor hetente találkoztak a testvéreim itt, és készültek, úgyhogy be van énekelve ez a ház, és reméljük, hogy a jövőben is így lesz. Szívesen és szeretettel tette ezt a kispesti gyülekezet, azonban a testvéreink felajánlották ennek a ma estének az áldozatát, amit majd az oltára fogunk helyezni, és kérem szépen a testvéreket, hogy amikor majd erre sor kerül, és az előjáró testvérek végigjárják a sorokat, gondoljanak erre, hogy a kispesti gyülekezet egy nagy tervet forgat a szívében. Tudnélik, a teológiai akadémiánk olyan csúcslétszámmal rendelkezik már, és ha jól hallottam, a jelentkezők száma a következő esztendőben körülbelül 200 fő. Ez nem mindenki kap felvételt is, de már jelezték, hogy egy óriási hullámverés, ugye nem csak a Duna, hanem a tanuli vágyoknak a száma is inkább emelkedik, hogy kollégiumi ellátásra van szükség, és már ezt Veselyi utca nem bírja. Olyan sokan jelentkeznének oda, és a gyülekezetünk egységesen, 100%-os döntéssel úgy határozott, hogy szeretnénk erre a célra felajánlani az imaházunknak az oldal épületeit, hogy egy kollégiumi szárny nyíljon a baptista teológián tanulni vágyó fiatalok számára, így megkönnyítve a vidékről felözönlő fiataloknak az ellátását. Ez óriási költségben, és testvérek ezt tudják jól, minden átalakítás áldozatba jár, áldozattal együtt jár, ezért tehát nem akarom tovább fokozni, tehát szeretném a testvéreket kérni, hogy ebben segítsenek. Hálából, köszönetként, megint csak az énekkarnak a vendégszeretetét élvezve, mert ők rendezték ezt a ma esti agapét, ami majd vár bennünket a kisterembe, szeretnénk meghívni mindenkit, aki odafér, és megpróbáljuk majd úgy igazítani magunkat meg egymást, hogy elsősorban a messziről jöttek, találják meg először a terített asztalokat, és utána majd később is, addig beszélgetve, ismerkedve erősítsük a testvéri kapcsolatokat. Szeretnék tehát mindenkit invitálni erre a közös agapéra. Holnap mindenki a maga gyülekezetébe, itt is 9:30 ima közösséget, délelőtt 10 órakor Isten tiszteletet, délután 5 órakor hasonlóképpen Isten tiszteleti alkalmat tartunk. Aki netán úgy döntene, hogy mától kezdve ide jár hozzánk, szívesen vesszük, holnap látjuk őket szeretettel. Aki viszont mindenféleképpen máshova akar menni, vigye köszöntésünket, adja át a gyülekezetének, ahonnan érkezett, és máskor is szíves szeretettel visszavárunk mindenkit erre a helyre. Tehát záróének következik, a baptista énekeskönyv 12-es száma alatt található ez az ének. Nagy Istenem!
végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon velünk most és mind örökké. Amen. És hogyha kifejezzük, nem akarok bátorítani nagyon, de ha tényleg úgy érezzük, akkor legalább most mutassuk meg, hogy szeretjük a mi testvéreinket. Szeretné megkérdezni, hogy hányan vannak, akik szívesen hallanának még valami ráadás számot. Kérjük szépen akkor még az énekkart, hogy énekeljenek nekünk.